fahasábokkal szimulálták az áradáskor Ukrajnából érkező kommunális szemetet a Tisza vásárosnaményi strandjánál. A Fetivizik szakemberei a rendelkezésükre álló összes technikai megoldást felvonultatták a gyakorlat alkalmával, amelynek során a különböző szeméttípusok mellett az olajos szennyeződések kiszűrésére is felkészültek. Az igazgatóság védelmi osztagának a munkatársai azt gyakorolják, hogy hogyan tudjuk a különböző merülő falakkal elzárni a Tiszát, abban az esetben, amikor Kárpátaljáról, Ukrajnából a Tiszán kommunális hulladék érkezik. Azt tapasztaljuk, hogy 1-2 méteres áradáskor már ezek a szennyeződések megjelennek a folyón. Ezt folyamatosan figyelik a határtérségben dolgozó gátlőreink, jelentik, és azt tervezik, hogy a Tisza elzárásával koncentráltan tudjuk kiszedni majd ezeket a hulladékokat, és nincs szükség arra, hogy hosszú 10 kilométereken a Tisza partját, a hullámteret tisztítsuk meg az árhullám levonulása után. Tehát a cél az, hogy a különböző eszközöket gyakoroljuk be, hogyan viselkednek a Tiszán, milyen segítséget nyújtanak a hulladék eltávolításához, és nagyon fontos, hogy ezt a rendszert a munkatársaink nagyon rövid időn belül, nagyon gyorsan, precízen meg tudják építeni. Az igazgató hozzátette, miután a szemetet eltávolították a folyóról, el is kell szállítaniuk, hogy azt az esetleges növekvő ár nem mossa mégis vissza a vízbe. Az éles helyzetben több különböző helyszínen is el tudják végezni a hulladékmentesítési munkálatokat. 3 fő helyszín van. Az a lényeg, hogy szeretnénk minél közelebb a határhoz megfogni ezt a hulladékot, hogy minél kevesebb Tisza szakasz legyen ezzel érintve, hiszen ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy védjük a természeti környezetünket, de gondoljunk bele, hogy a turizmus fejlesztését sem segíti egy ilyen látvány. Tehát ennek a feladatnak a végrehajtására fel kell készülnünk. A gyakorlat másik fő célja az, hogy gondoljuk végig, hogy milyen egyéb eszközök bevetésére van szükség, hogy hatékonyan tudjuk a munkát elvégezni, illetve a meglévő eszközöket milyen módon kell felújítani, fejleszteni vagy átalakítani, hiszen itt nagyobb árhullámkor ipari méretekben érkezik, tehát több tonna anyagot kell eltávolítani a mederből nagyon rövid idő alatt. A 4 napos gyakorlaton mintegy 115-en vettek részt. A szakértők munkáját a helyi gátőrök mellett közfoglalkoztatottak is segítették.